Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Most tartsátok a tudatotokat tisztán, mint a tér, tisztán, mint a tükör. Engedjétek, hogy bármit megéljen ebben a pillanatban, és ez most az univerzum tisztaságának mantrája lesz, hétszer. óm, nám, recitáljuk el ezt közösen. Ó. Ha hallottad ezt a hangot tisztán, akkor megtapasztaltál valamit abból, hogy milyen minősítés nélkül érzékelni, úgy, ahogy a dolgok vannak. A zen hagyomány nagyon szépen rámutat arra, hogy az elmeműködés, amely mindannyiunknak sajátja, és nagyon jó, hogy működik és van, és jól működik, az bizonyos kihívásokat is teremt számunkra, például azt, hogy természeténél fogva kettősségeket hoz létre, jót, rosszat, jövést, menést, életet, halált, helyest, helytelent, szenvedést és boldogságot, és végső soron, létrehozza az énséget is, kimondjuk azt, hogy én, és ezzel rengeteg lehetőség nyílik meg előttünk, de rengeteg kihívással is nézünk szembe. Ha rálátsz arra, hogy milyen, amikor visszatérsz a gondolkodás elé, látod tisztán úgy, ahogy van a botot, hallod a hangját, akkor megtapasztalhatod azt, hogy mindez a gondolkodás, ami egyébként bennünk van, és ami szerint éljük az életünket, ez van, de nem abszolút értékű. Nem megingathatatlan létező, ami csak úgy van és csak így lehet, hanem megtapasztalhatod az ettől való szabadságot is. Minden valamire való szellemi hagyomány az önmeghaladást, az önfelülmúlást tanítja. Különböző utakon, de a végső ez. És ha eleget gyakorlunk, és követjük ezt az utat ténylegesen, és nem csak elmélkedünk róla, akkor ez a mi sajátunk is lehet. Természetesen ez az út rengeteg buktatóval is jár. Az egyik buktató, hogy elkezdesz gyakorolni, és akkor egy ilyen lélektani elemzésé válik az utad, elkezded elemezni a karmádat, masszírozgatod, pakolod ide-oda, elkezded fölkutatni, hogy mi honnan ered, rájössz esetleg, hogy az étkezés közben azért tartod úgy a kanalat, mert az ükanyáda traumatizálta a részeges nagybátyja, és nagyon sok értelmes ilyen elemzést csinálhatsz, de ez mind értelmeskedés, és belefuthatsz abba a hibába, hogy az életet megérteni akarod, ahelyett, hogy megélnéd. És ez olyan kis savanyú, sárga, de legalább a miénk. De van ettől több, van ettől szabadabb, tisztább. Aztán a másik hiba lehet az, hogy a hagyományhoz és annak a tanaihoz kezdesz el ragaszkodni, vagy esetleg a formához nagyon sokat tudsz nagyon jól meditálni, azt mondod, hogy hát a lélek ismerete nem is szükséges, úgyis üres, és te ülsz nagyon sokáig rendületlenül, elfolytasz magadba mindent. Vagy esetleg, hogyha gondolkodsz a tanról, akkor azt mondod, hogy hát igen, az üresség, minden üres, hogy elkezdesz beszélni, papolni az éntelenségről, és akkor ezen belül lelki alkotodnak függően történhetnek dolgok, például, ha te áldozattípus vagy, akkor egy idő után még jobban azt fogod érezni, hogy egy semmi vagy, és eljutsz oda, hogy teljesen kihasználható leszel, és nyugodj meg, hogyha kihasználható vagy, lesz is, aki kihasználjon. Másik hiba, hogyha inkább tettes jellegű ember vagy, akkor az éntelenség nevében annyi emberen gázolsz végig, hogy utána egy hadnyi pszichológus sem elég, hogy a romokat föltakarítsa, és egy agresszív spiriegót építesz magadnak ebből a sok egyébként jó bölcsességből, és hogyha ez megtörtént, akkor az, az talán a legdehezebb állapot, mert lehet, hogyha Sákja mondi Butha jelenne meg, már ő sem segíthetne rajtad. Úgyhogy a zen hagyománya és gyakorlata az hangsúlyosan nem az, hogy Elméleteket gyártunk, hanem megpróbálunk valahol a szélsőségek közepén maradni, a karmát is látni, és annak eredetét is látni, és ezen tapasztalat által az egyszerű lényegnél maradni. Mindig, ha megnézed, akkor van sok bajunk, hogyha az elme tevékenység végtelen bonyolultá teszi az életet. És erre az elme sajnos hajlamos. Hogy nagyon bonyolultá teszi a viszonyokat, kapcsolatokat, eseményeket. Projektálunk, introjektálunk, és az összes többi védelmi mechanizmust alkalmazzuk. Ilyenkor érdemes mindig visszatérni egy egyszerű, tiszta gyakorlathoz, amit tudsz, amit már nem nagyon ronthatsz el, és az életed részévé tetted. És mindig a nagyon egyszerű lényekhez érdemes visszatérni, és hogyha ez megvan, minél több, Gyakorlás által, annál egyszerűbb lesz az életed, és annál kevesebb szenvedést fogsz legyártani. A jó hír az, hogy ez megcsinálható. A jó hír az, hogy ez nem valami olyan, ami ilyen elérhetetlen, vágott szemű mesterek vagy sákjamoni buthák sajátja. Ők természetesen nagy zsenik is voltak, meg iszonyatosan sok energiát fektettek ebbe a gyakorlatba, de egy felébredettebb tudatállapot, egy olyan állapot, amelyben ténylegesen kevesebb kárt okozunk magunknak és másoknak, ez szerencsére mindannyiunknak elérhető. Úgyhogy én azt kívánom, hogy amit most itt az egynapos zenen megtanultatok, és hogyha úgy érzitek, hogy ez a sajátotok, ezzel tudtok dolgozni, akkor tegyétek az életetek részévé, és ez a javatokra lesz, ez, ez az én meglátásom. Ta, próbáljátok ki, ne higgyetek el semmit, amit itt mondunk, tegyetek vele próbát, vagy itt, otthon, vagy máshol, és legyen tiétek az a tapasztalat, amely nem csak rólatok szól, hanem minden lényről. Ha van ezzel kapcsolatban kérdésetek, azt nagyon szívesen várom. Tanítjuk és segítjük a kötöttségben élő lényeket. Ez gondolom nem rólam szól, mert nekem még annyit tanulni valóban, hogy hogy taníthatnék én bárkit. Tényleg tanítsuk? Mit tanítsunk? Csak szóban lehet tanítani. Példamutatással? Például úgy is lehet. A legfontosabb az, hogy te végezd gyakorlatot, ha úgy érzed, hogy ez neked szükséges. Ugyanis az az a rész, és a házi feladatnak az a része, amit te elvégezhetsz. Attól ténylegesen óva intenék mindenkit, hogy váltson ki ilyen zen preacher kártyát, ilyen szónok kártyát, és álljon ki egy parkba, és kezdjen el hangosan kortes beszédet tartani az ürességről és a teljességről. Ez általában a leg kevésbé hatékony, akkor meg egyáltalán nem hatékony, ha másra akarjuk rá Valójában legtöbbet talán úgy tanulunk, hogyha másban példát látunk, viselkedést, hozzáállást, jelenlétet. Ezen te tudsz dolgozni a sajátodén, és ha ez hat a környezetedre, az jó, ha nem akkor is, az fontos, hogy te minél kevesebb szenvedést okoz. És akkor így automatikusan megjelennek azok a helyzetek, ahol úgymond taníthatsz, és ha nem ragaszkodsz ahhoz a formához, hogy ez csak mondjuk így lehetséges, hogy valaki kiül egy arany butha szobor elé és beszél, akkor meg lesz rá lehetőséget, hogy segítségére legyél másoknak. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy mennyire fontos a, a formaiság a meditációnál. Már próbáltam többször befelé figyelést, illetve meditációt, viszont most volt először, hogy a, a szabályok miatt, vagy hát nem is igazából a szabályok miatt, hanem próbáltam betartani a gyakorlatnak azt a metodikáját, ahogy azt így próbáltátok mutatni az ülést, a légzést, illetve a különböző dolgokat, és most sokkal nehezebben ment, mint annak előtte, amikor bármikor próbáltam, legtöbbször ugye az ülés és a tartás miatt nagyon sokszor kizökkentem abból az állapotból, ami, amikor én már azt gondoltam volna, hogy a, megérkeztem abba a meditatív állapotba. Ugye ezzel kapcsolatban mi a nézőpontotok? Jó a kérdés, és ez egy olyan tapasztalat, ami szerintem mindenkinek a sajátja lehet, amikor először eljön egy ilyen zeneseményre. A szabályok azok értünk vannak, fontos, hogy pláne az elején, hogy együtt csináljunk és tapasztalaton alapuló formát. Ezek ilyenek. Ez rendszerez kívülről, hogy belül te ténylegesen végezhessd a gyakorlatodat. Tehát ez alapvetően jó. Tény és való, hogyha nem elég hajlékony a tested, mint ahogy általában így vagyunk itt, így élünk, akkor ez lehet kihívás. Alapvetően, ha a, a, a tényleg a mélyére nézel a dolgoknak, akkor az az éberség, ami benned van, az a legfontosabb. Az, ahogy belül te ülsz, ahogy megvalósítod ezt az éber jelenlétet, tudatos jelenlétet, teres, tükörszerű tudatot, az a legfontosabb, ez a cél. Minden más az segédeszköz. Tehát, ha te végzel rávezető gyakorlatként elmész sétálni, és tárgyas meditációt csinálsz, megfigyeled a természetet, ez lehet egy ilyen mínusz első lépés, vagy egy rákezdő lépés arra, hogy belül segítsd az éberséget. Természetesen jó végezni valamiféle, tornagyakorlatot, jogát, egyebet. Hosszú távon, ha eljössz elvonulásra, akkor azért jó a formát tartani, mert a másik dimenziója a gyakorlatnak az az együtt hogy te kapcsolódsz, belátod azt a formát, hogy igen, ez így jó, kapcsolódsz a többi gyakorlóhoz, és hátrahagyod a véleményedet, elképzelésedet, helyzetedet arról, hogy hogy jó meditálni és hogy nem. Ez pluszban segít abban, hogy te meghalad magadat. Tegyél egy erőfeszítést és bírd ki. Azt is, hogyha kellemetlen ülni, azt is, hogyha meg kell mozdulnod, vagy azt is, hogyha már te egyébként szeretnél lótuszban ülni, vagy burmaiban, de csak széken tudsz ülni, akkor üljél széken. Tehát igen, alapvetően egyfelől nem ragaszkodunk a formához, a nagy egész tekintve, de pláne amikor elkezded a gyakorlást, akkor jó, hogyha beleneveled magad egyfajta ilyen szigorú formában, mert ez segít téged. És már azáltal, hogy a testedet is ráneveled, az segíteni fog a belső változásokban is. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e jelentősége annak, hogy amikor ülök a kéztartásom női-férfi változatát, felcseréltem véletlenül, és más lett a. Tudom. És hogy, hogy még életben vagy? Igen, a jelentőséget tudom, hogy csekély, vagy talán nincs is. De akkor történt meg az érzet, amikor véletlenül felcseréltem. Ez a jobb és bal agyféltekéhez fűződik? És mit ér? És elment ez az érzet, vagy megmaradt? Megmaradt. Megmaradt. És fiúvá váltál? Igen. <sítható> Ú. Uh. kezdek aggódni. A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezzen meg Zen tanítóját és gyógyszerészét. Igen, tehát viccet félretéve, alapvetően ez, igen, ez a magyarázat, hogy azt tesszük, azt a az oldal tesszük föl, amelyik kevésbé erős a megfelelő inkarnációs formában van ennek némi energetikai segítsége. Én annó, amikor kipróbáltam titokban, amikor nem látta senki, hogy fölcseréltem kicsit, hogy megnézzem, hogy milyen. Én, nekem nem volt ilyen, ilyen élményem, ugyanolyan volt a meditáció. Az élményekkel úgy érdemes zen szempontból dolgozni, hogy látod, megtapasztalod, és aztán hagyod elmenni. Ugyanis mindig, amit keresünk, az nem egy élmény, hanem maga a látás. Tehát örülünk, ha jön valami föl, és hagyjuk is menni. Ettől függetlenül valahogy érdemes tartani a kezet, és minden kis apró segítséget legyen az a nyelv, a szájpadláshoz tapasztása, a kéztartás, az egyenes hát, minden apró segítséget kihasználunk annak érdekében, hogy jól menjen a gyakorlat. Szívesen. A kérdésem, hogy zenem belül remélünk-e valahova eljutni a meditáció által olyan élményeket megtapasztalni, amelyek valóban transzcendensek, vagy pusztán csak a tudat tisztaságán felé közeledünk, és ezt gyakoroljuk. Tehát beszélünk-e több szintű meditációról, beszélünk-e transzcendes dolgokról? Ide jutunk el, ide szeretnénk eljutni az önmeditáció által. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kérdéseket, és hogy együtt gyakorolhattunk, és remélem, hogy minél többször fogjuk ezt tenni együtt, és visszajöttök. Köszönöm szépen!